Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Mai beszélgetésünkben Szibert Gergely megyei főállatorvossal, a Fejér megyei kormányhivatal élelmiszerlánc biztonságért felelős főosztályvezetőjével arról esik szó, hogy mi történt az elmúlt időszakban, tehát decemberben, abban a frekventált időszakban, amikor is ugye Mikulás volt, karácsony és új év élelmiszerbiztonsági szempontból, hiszen az ellenőrzések eredményeit már a nézők elé tudjuk tárni. Kezdjük talán, hogy határozzuk meg a célterületeket, hiszen ez egy a húsvét és a karácsony talán a két legfontosabb időszak. Nyilván a nyár is, de a bizonyos értelemben az ünnepek okán a karácsony. Először is én is tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket. Igen, a hatóságunk életében három olyan kiemelt céldátum van, amikor kiemelt ellenőrzéseket végzünk most már évek óta. Ilyen a húsvéti, a nyári, illetve a legutóbb december 1 és december 31-e között a téli kiemelt célellenőrzés. Ezekben az időszakokban mindig megemelkedik az élelmiszerek forgalmazása, illetve a fogyasztók is jóval több élelmiszert vásárolnak, és természetesen ilyenkor vannak a karácsonyi vásárok, megyénkben több helyen is, és ilyenkor a hatóságnak fokozottan oda is kell figyelnie ezekre a területekre. Mint minden évben, most is mind az élelmiszer előállítókat, mind az élelmiszer forgalmazókat ellenőriztük. Ahogy mondtam, a vásárok területén az úgymond kitelepülteket, vagy a fix elárusító helyen rendelkezőket, de ott voltunk a vendéglátóipari egységekben is, illetve kiemelten figyeltük az élő hal, illetve az élő bárány forgalmazást. Mielőtt sorba vennénk, én egy kérdés, hogy ebben a megnövekedett forgalomban a fokozott hatósági jelenlét mennyit segít egyébként az élelmiszerbiztonság, illetve a minőségi követelmények teljesítésében? Van erre tapasztalat? Én azt gondolom, hogy igen, segít. Egyrészt az árusítók tudják azt, hogy jönni fogunk, és ellenőrizni fogjuk őket. Föl is vannak rá készülve. Természetesen a hatóságnak nem az a célja, hogy szankcionáljon, hanem éppen annak örülünk, hogyha úgymond feleslegesen nézzük meg, és mindent rendben találunk. Akik már évek óta visszajárnak akár a fehérvári vásárra, vagy Dunaújvárosba, azok tudják, hogy egyrészt elmegyünk a nulladik napon, tehát egy ilyen felkészítés is folyik, és utána pedig le fogjuk azt ellenőrizni, hogy minden a szabályoknak megfelelően történik-e. Az ilyen felkészítésen mi az elsődleges, mire hívják fel a figyelmet? Hát mindenképpen nagyon fontos az, hogy a nyomon követhetőség, ez azt jelenti, hogy az általuk beszerzett alapanyagok mind ellenőrizhetőek legyenek, ellenőrizhető helyről, engedélyezett helyről származzanak. Utána nagyon fontos a higiénia, tehát hogy az áru elkészítése, az étel elkészítése az megfelelő körülmények között zajlódjon, illetve a kiszolgálási higiénia, hogy megfelelően tisztán és jó minőségben árusítsák azokat az ételeket. A tapasztalatokról majd kérdezem a legeslegvégén egy összefoglalóban, most azonban menjünk végig a célterületeken. Kezdjük a friss hússal, illetve a füstölt nyers, illetve a főtt hús készítményekkel. Ilyenkor minden évben végiglátogatjuk a vágóhidakat, megemelkedik az alapanyagbeszállítás, egyrészt a szilveszterhez közeledve a malac, ami ilyenkor kúrens termék, de természetesen az alapsertés hús, illetve az élő sertés beszállítás is megemelkedik ilyenkor a vágóhidakon, tehát a vágóhidakon van egy ellenőrzés, illetve magukon a forgalmazó helyeken pedig a beszállított nyers húst ellenőrizzük. Ezeknek a tapasztalatai mindenképpen jók, tehát Fejér megyében mind az előállítók, mind a nyers hús forgalmazók megfelelően betartják
a jogszabályi követelmények. És azok a húskészítményekkel mi a helyzet, amelyek szintén népszerűek, gondolok itt sonkára, kolbászra, szalonnára, stb. Ezeket a termékeket is természetesen kiemelten ellenőrizzük. Egyrészt nagyon odafigyelünk arra, hogy a szigorodott, változott élelmiszerkönyvnek megfelelően jelölik-e azokat a termékeket, tehát a virslinek megfelelő-e a hústartalma, ugyanez ugye vonatkozik a többi töltelékes árura is. Vizsgáljuk tehát úgymond a jelölésnek megfelelő minőséget, de természetesen vizsgáljuk az alapanyagok megfelelő minőségét is. Hal és hal termékek, a hallal, az élő hallal. Ugye nagyon is jól tudjuk, hogy azért még sok a tévhit a halvásárlókkal kapcsolatban, hogy azt a halat lehet élve vinni, nem lehet élve vinni, nyilván nem, illetve hogy honnét, tehát a származási helyet ott is nagyon szigorúan be kell tartani. Természetesen a magyar társadalom berendezkedése miatt talán ilyenkor fogy a legtöbb hal, illetve halkészítmény az országban. Találkozhatunk akár halastavak mellett árusítással, illetve a különböző forgalmazó egységekben, ilyenkor akváriumban élő hallal találkozunk, kiválaszthatjuk ezeket a halakat, de nem vihetjük már el élve, tehát ott magát a levágást a bolti körülmények között meg kell tenni. Ez állatvédelmi szempontból fontos, annak a halnak sem szabad szenvednie, és utána pedig elvihetjük azt a már feldolgozott terméket. A tapasztalataink kedvezőek, tehát olyan árusítóval nem találkoztunk, aki nem engedélyezett helyről szerezte volna be az élő állatot. Figyelnek egyébként a szabályokra ilyen értelemben, hogy élő halat nem engednek elvinni, mert hogy ugye ez volt egy nagyon komoly kérdés. Érdekes módon néhány évvel ezelőtt inkább a vásárlók részéről volt ez egy vágy, mert gondolom éveken keresztül ezt látták, hogy megvásárolták a halat, utána hazavitték, és az egész család nem fürdött napokig, mert a tizedik emelet kádjában is úszott a hal. De természetesen az ilyen dolog tiltott, és most talán már a fogyasztók sem akarnak ezzel foglalkozni. Egyrészt már általában a tapasztalat az, hogy pucoltan veszik meg a halat, tehát fel kell dolgozni valamilyen szinten, ami ebből a szempontból már a jogszabály követésre is rákényszeríti a forgalmazót. Tehát üdvözlendő mindenképpen. Édesipari termékek. Kezdjük a Mikulással. Gyakori tapasztalat, hogy a Mikulást a gyönyörűséges csomagolás elfedi, hogy mi az, ami a belül van. Tehát azt akarom mondani, hogy a csokoládé minősége gyakran hagy kívánivalót maga után. Erre figyelnek külön? Természetesen az élelmiszer biztonság mellett az élelmiszer minőség is a hatóságunkhoz tartozik, azt azonban tudni kell, és a fogyasztónak ebből a szempontból tudatosan kell levenni a polcról azt a terméket, amit meg akar vásárolni, hogyha valamit csokoládénak hívnak, ott a Magyar Élelmiszerkönyv nagyon szigorúan szabályozza, hogy magas kakaóvaj tartalommal kell rendelkezni, de ha valaki csak mondjuk Mikulás figuraként látja a jelölésen, az nagy valószínűséggel egy gyengébb minőséget takar. Ez természetesen élelmiszerbiztonsági szempontból nem kifogásolható, de akkor ne is várjuk el azt a csokoládé élményt, amit egy csokoládé nyújtani Értem. Tud. Majd együtt kérdezem, de akkor menjünk tovább, nyilvánvaló, hogy a szaloncukor is ebbe a kategóriába tartozik. Azt nagyon is jól tudjuk, mióta kinyílt a világ, a kereskedelemben a 100 féle kapható. Kell-e figyelnünk arra, hogy milyen jelölés van ezeken a szaloncukrokon, hiszen nem csak az ár, hanem a minőség is fontos. Hát nagyon fontos, hogy a fogyasztó figyelje a jelölést, ugyanis az ömlesztett termékek esetén is ott kell lennie a jelölésnek, és nagyon fontosak természetesen az összetevők, mert a szaloncukrok gyakorta olyan allergén anyagokat tartalmaznak, amelyekre az emberek egy része érzékeny,
hány ilyen a mogyoró, vagy bármilyen allergén anyag. Tehát nagyon figyeljünk oda, hogy nehogy a karácsonyt azt a sürgősségi osztályon kelljen valakinek befejeznie, amiatt, hogy valamilyen allergénnel terhelt terméket fogyasztott. És ez valamennyi édesipari termékre vonatkozik nyilván. Természetesen. Hiszen az élelmiszerkönyv meghatározza. Borok és a pezsgő. Azt hiszem, hogy itt is a minőség megjelölése az nagyon-nagyon fontos, de ez inkább a vásárokra jellemző, de azért oda kell, hogy figyeljünk, főleg a pezsgőknél, hogy mit vásárolunk szilveszterre. Nagyon fontos, kiemelt terület volt idén a borok, illetve a pezsgőknek a minőségi ellenőrzése, mintavételek is történtek. Nagyon fontos az, hogy itt is van egy olyan dolog, hogy nagyon olcsón, nagyon jó minőséget nem fogunk tudni vásárolni, és figyeljünk oda, legyen ébresszen bennünk gyanút az, hogyha valami nagyon olcsó, vagy a pult alul akarják, ne adj Úristen, árusítani. A boroknál minden egyes tétel vizsgálatra kerül, és kap egy úgymond Lajstrom számot, ezt le is tudjuk ellenőrizni az üvegeken, amelyek így ilyen módon jelöltek, de a nagyobb kiszereléseken is ennek a számnak rajta kell lennie. És ennek biztos, hogy nem lesz sem biztonsági, sem minőségi kifogása, innentől pedig hát a fogyasztónak az ízlésére van döntve, hogy édeset, félszárazat, féledeset, szárazat miért szeretne megvásárolni, és hát ugye az előállítás is nagyban befolyásolja az árat, főleg ahogy ön is említette a pezsgők esetében, nem mindegy az, hogy palackban érlelt pezsgőről beszélünk, vagy tankban érlelt pezsgőről, ez nagyon nagy árkülönbségeket okozhat. Egyébként ez mindannyiunknak érdeke. Érdeke a fogyasztónak, az eladónak, tehát a kereskedelmi, vagy áruházláncnak, és érdeke nyilvánvaló a nébiknek, tehát az élelmiszerbiztonság szempontjában a szakembernek is, hogy ez itt ebben a körben így rendben van. Szerintem. Igen. No, azért van szezonális zöldség-gyümölcs vizsgálat is. Milyen tapasztalataik vannak? Én a személy szerint, mint vásárló ember azt láttam, hogy egyrészt az egekbe emelkedtek az árak a zöldség és gyümölcs piacon, de hát ez nyilván így van rendjén ebben az időszakban, hiszen egy frekventált időszakról beszélünk, de milyen tapasztalatokkal bírnak önök? Zöldség-gyümölcs fronton azért azt kell, hogy mondjam, hogy vegyes a kép. Ez adódik abból, hogy ugye nagyon sok ilyenkor a déli gyümölcs, amely nagyon sokat utazik hozzánk, és voltak fogyasztói panaszok, bejelentések, illetve az ellenőrzések során is tapasztaltuk azt, hogy egyes forgalmazó egységeknél nem megfelelő minőségű termék került forgalmazásra. Ha ilyet láttunk, tehát penészes termékekre gondolok itt, mert főleg ez okozta a déli gyümölcsöknél a legtöbb problémát, akkor természetesen azt a forgalomból kivontuk, illetve megsemmisítésre utaltuk, de volt ilyen panasz. A másik, az egy érdekesebb kérdés, és megint déli gyümölcsöknél került elő, hogy éretlenek voltak azok a gyümölcsök, amelyek forgalmazásra kerültek. Hát itt alapvetően azért nem biztonsági kategóriáról, hanem minőségi kategóriáról beszélhetünk, de az én tapasztalatom az, hogyha ilyen problémával jelentkezik egy fogyasztó az árusító helynél, ott megpróbálják valamilyen módon kárpótolni. Bizonyos értelemben ez vásárló felelőssége is, hogy ne legyen zöld a narancs. Tehát, vagy a így van, de azért vannak olyan gyümölcsök, amelyek hámozás nélkül nem láthatjuk, hogy tényleg mennyire éretlenek. No, akkor látogassunk el egy piacra. Mondjuk itt Székesfehérváron, hiszen a belvárosi piac egész decemberben nyitva van, tehát vásár és piac, ha úgy tetszik. És akkor nézzük meg, hogy itt melyek voltak a frekventált célterületek.
Hát az adventi vásár most már talán egyre nagyobb Fehérváron, és ahogy láthattuk, egyre több, és a nagy része már vendéglátóipari egységekből áll. Számtalan helyen lehetett kürtös kalácsot enni, illetve különböző forralt borokat fogyasztani. A fehérvári adventi vásárról azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon pozitív a kép. Megfelelőek voltak azok az egységek, amelyek ellenőrzésre kerültek, mind a nyomon követhetőséget bizonyítani tudták, tehát az alapanyagok megfelelő helyről megfelelő minőségben kerültek, és az ételkészítés, illetve az árusítás is nagyon jó volt. Egy-két negatív tapasztalat volt a Dunaújvárosi vásárban, ahol számomra értetetlen dolgokat tapasztaltunk, például azt, hogy egy bent lévő kézmosó egység nem került beüzemelésre, tehát nem kötötték, hogy úgy mondjam, be a vizet. Ott volt a lehetőség, hogy kezet mossanak, de még a víz sem volt rácsatlakoztatva. Természetesen ilyen esetben addig megtiltjuk a forgalmazást, amíg ezt nem orvosolja az elárusító, illetve itt tapasztaltunk még olyat, hogy higiéniai problémák voltak, tehát nem volt megfelelő az ételkészítés higiéniája, és egy helyen pedig az egészségügyi kiskönyvekkel volt probléma. Arra lehet külön figyelni, hogy például a forralt borban milyen arányban legyen a víz, illetve a bor? Hát itt is bizonyos előírásoknak meg kell felelni, de ugye itt főleg nálunk a biztonság, ami előtérbe kerül, a többit már a fogyasztónak kell, hogy úgy mondjam, eldöntenie, hogy mi ízlik neki, és mi kevésbé. Az a lényeg, hogy azok az alapanyagok, és ilyenkor rengeteg gyümölcs is belekerül ezekbe a forralt borokba, megfelelő minőségűek legyenek, és biztonságosak legyenek, mert ugye elfedheti a kész forralt bor, mondjuk egy nem megfelelő gyümölcs belehelyezését, és ez problémát okozhat, de a fehérvári vásárban például semmilyen problémával nem találkozik. Ugyanez vonatkozik, hiszen itt most az áruházokról beszéltünk, azokat, akik különböző cukorkákat, édességeket forgalmaznak. Leginkább a köznapi vásárló abban látja a veszélyét, hogy mintha nem lenne megfelelő a higiénia egy-egy kis sátor alatt, amikor ott van a sokfajta cukorka és csoki. Erre figyelnek? Nem csak mi, hát ugye a forgalmazónak is figyelnie kell. Az ilyen csomagolatlan termékek esetén a legveszélyesebb az a környezeti szennyeződés, tehát a por, illetve hát a vásárlók akár ráköhögése, rátüsszentése, ezért valamilyen módon óvni kell ezektől a hatásoktól, meg lehet ezt oldani egy plexilappal, vagy valamilyen letakarással. Természetesen ennek megvan a veszélye, de probléma ebből nem adódott idén. Megérkeztünk szilveszterre, nyilvánvaló, hogy a szilveszteri ellenőrzések is széles körűek. Ezeken túl kell-e valamivel még törődniük, odafigyelni? Hát a szilveszter, ugye a két kúrens termék a malac, illetve a virsli. Hát ahogy itt említettem is, a virslinél nagyon szigorú előírások vannak a hústartalmat illetően, és itt fogyasztóként is odafigyelhetünk arra, hogyha valamit nem virslinek hívnak, akkor nagy valószínűséggel a hústartalma alacsonyabb, mint a virslinek hívott termékeknél. Ami a forgalmazásba kerül, annak biztonságosnak kell lennie, tehát itt már csak minőségi különbségek adódhatnak. A malacok esetében pedig egyrészt az élő állatszállításra, illetve az élő állat beérkeztetésnél is figyelnünk kell arra, hogy nem technológiai selejtről, tehát beszélünk, hanem malackorban levágott egészséges sertésekről. Ezt az élő állatszállítások ellenőrzésével tudjuk megfigyelni, és hát utána pedig a nyers hús forgalmazásával. Nézzük, ugye rengeteg ellenőrzés van, és nyilván arányosítunk, nem az a lényeg, hogy bírságot szabjanak ki, hanem ugye vannak szankciók, figyelmeztetés és a kiszabott bírság. Hogy állunk az elmúlt esztendők tükrében ezzel?
csökkentek, tehát az összszankciószám az csökkent, hogyha a vendéglátóipari egységeket, és csak kimondottan ezt az időszakot nézem, akkor 4 olyan vendéglátóipari egység volt, ahol időszakos korlátozást kellett foganatosítanunk, mert igen, a szankcióink azok a figyelmeztetéstől a több millió forintos bírságig terjedhetnek, de én azt szoktam szorgalmazni, és igazából ennek van talán a legnagyobb visszatartó ereje, hogyha időszakosan felfüggesztjük azt az egységet addig, amíg megfelelővé nem válik arra, hogy ott ételkészítés vagy élelmiszerforgalmazás történjen, mert hogyha egy vásárló azt látja, hogy akár egy karácsonyi vásáron vala technikai okok miatt zárva van egy büfé, akkor abban már valamilyen kételj ébred, tehát ezt el akarják kerülni a forgalmazók, ezért is mondom, hogy a fehérvári vásáron semmilyen problémával nem találkoztunk. Tehát ha arányosítjuk, hogy a higiéniai hiányosságok nyilván az gyakorta előfordul, viszont az összetétel és a termék minősége az már kevésbé. Ez helyesen fogalmazom meg? Hogy ez... Hát abban mindenképpen, hogy ebben nem volt probléma idén, tehát a levet minták minőségi kifogás alá nem kerültek. Ilyenkor, ha összegezni kéne az elmúlt esztendő tapasztalatait, akkor én tudom, hogy előre gondolkodnak, illetve azért tanítva ellenőriznek. Ez hatásos-e? Én ebben látom a jó hatóságnak a feladatát, hogy amikor kimegyünk egy-egy ellenőrzésre, és ott valamilyen problémát látunk, és az nem annyira nagy, és nem annyira veszélyes, akkor megpróbáljuk a figyelmeztetés szankción keresztül úgymond jobb belátásra téríteni a vállalkozókat. Amennyiben valaki ezt szándékosan nem teszi meg, illetve ismétli a problémát, akkor természetesen bírságolunk, de az összkép Fejér megyét tekintve mindenképpen pozitív, tehát az élelmiszervállalkozók a lehető legjobb minőséget a lehető legjobb módon próbálják a fogyasztókhoz eljuttatni. Én örülök neki, hogy ennek van látszatja is az önök munkájának, mert azért valljuk meg, nagyon fontos, hogy a frekventált időszakban, amit megvásárolunk mi fogyasztók, az legyen amiért fizettünk. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Én köszönöm a lehetőséget, hogy elmondhattam. Kedves nézőink, az Agrárinfót látták, az élelmiszerlánc ellenőrzésekről beszélgettünk Szibert Gergely főosztályvezetővel. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!